Megköszönöm elnök úr közreműködését, és kérem dr. Lucs Viktor úr, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnökét, jöjjön és adja át a következő Gábor Dénes díjat. Gyulai úr is volna kedves. Gábor Dénes díjban részesül dr. Szente Lajos vegyész, az MTA doktora, a Ciklolab Kft. Ügyvezető igazgatója, a Ciklodesztrin technológia nemzetközileg elismert úttörője. A díjazott jelentős eredménye a zárványkomplex képzésen alapuló életmentő detoxikálási módszer kifejlesztése, a korszerű anesteziológiai protokoll részévé vált ciklodexin termék és gyógyszerészeti segédanyagok fejlesztése és azok oldatban történő mechanizmusainak felderítése. Emellett nevéhez kötődik az új, ipari jelentőségi molekáris nanotartályok fejlesztése, illetve a csekély szennyvíz kibocsátású, kromatográfiás tisztítási eljárás kidolgozása. Az alkotó társszerzőként jegyez több szabadalmi bejelentést, amelyeket létre is hozott, majd azóta is sikerrel működteti nemzetközi hírű kutatófejlesztő magánvállalkozását, a Ciklolabot. Gratulálunk! Hát őszintén gratulálok Szente Lajos professzor úrnak a Gábor Dénes díjhoz, és hozzá kell, hogy fűzzem azt, hogy a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának képviseletében mindig nagyon nagy örömünkre szolgál az, hogyha valaki nem csak kiemelkedő, nemzetközileg is elismert kutatóként jelenik meg, hanem feltalálóként is, tehát az általa kifejlesztett megoldásokat iparjogvédelmi szempontból is védelem alá helyezi, és emellett még egy sikeres vállalkozást is működtet, és ezzel Magyarországon teremt munkahelyeket. Szente Lajos professzor úr tudományos tevékenységét a ciklodextrén szupramolekuláris zárványkomplexek vizsgálata terén valósította meg. Ebből is védte meg akadémiai doktori címét az évezred elején. Nevéhez fűződik 200 tudományos publikáció, 8 könyvfejezet, 4500 számú idézettség. Azt hiszem, hogy ez egy nemzetközileg is kiemelkedő tudományos karriernek a mutatója. Ezen túlmenően ezeket az elgondolásokat, ezeket a tudományos eredményeket, mint már említettem, szabadalmakba is konvertálta. Tehát több mint 50 nemzetközi és hazai szabadalmi bejelentés fűződik professzor úrnak a nevéhez. Ezekből a találmányokból sikeres termékek születtek, az anesteziológia és az életmentő detoxikáció területén, és azt gondolom, hogy nem túlzok, hogy ezek nem csak üzleti sikert alapoztak meg, hanem sokaknak az életét menthették meg, és az egészségüknek a helyreállításában is nagy szerepet játszottak. És hát harmadik elemként valóban professzor úr a Cyclolab innovatív vállalatnak az alapító tagja. És ezeket a találmányokat úgy a hazai, mint a nemzetközi piacon sikerre vitte, és ezzel valóban a magyar gazdaság számára is nagyon szépen kimutatható értékteremtő tevékenységet végzett kollégáival. Professzor úr, még egyszer őszintén gratulálunk az STN nevében a Gábor Dénes díjhoz, és a további tevékenységhez nagyon sok sikert kívánunk.